köszöntöm itt Pécsen. Meg szeretném kérdezni, hogy tegnap vagy tegnap előtti hír, ugye, hogy most önök összefognak az ellenzéki erők nagy részével, itt a 4K-val, a Millával, Bajnai Gordonékkal, volt egy ilyen összefogásról hír, mit tud erről elmondani? Valóban mi tegnap egy sajtótájékoztatón egy együttműködési, tárgyalási javaslatot fogalmaztunk meg, ami azokról a szervezetekről szól, vagy azokról is, amelyeket ön felsorolt. Ennek az a lényege, hogy mi az összefogás gondolatát szeretnénk a napi gyakorlat szintjére lehozni, tehát hogy kezdjük el ezt a napi gyakorlatba is átültetni, és erre különböző menetrendet, különböző tárgyalási tematikákat állítottunk össze, aminek a vége az, hogy ez elvezethet egy választási szövetséghez, ahol közös jelöltekkel, közös listával készülnénk és indulnánk neki a 2014-es választásoknak. Mi azt mondjuk, hogy először a tartalomról beszéljünk, hogy mit akarunk csinálni másképpen az országban, mint amit a Fidesz tesz, utána a regisztrációs kampánnyal kell, hogy foglalkozzunk, hiszen anélkül nem fog menni, és utána jelöltállítás és aztán a kampány. Tehát nagyjából ez a menetrend, amit mi javasoltunk. Nem gondolják azt, hogy Bajnai Gordon neve hátrányt jelenthet az MSZP 2014-es kampányában? Nem, semmiféleképpen nem. Én abban hiszek, hogy minél többen dolgozunk azért, hogy ez a kormány megbukjon és le lehessen váltani az Orbán rendszert, annál nagyobb az esély a sikerre. Tehát itt minden kézre, minden gondolatra szükség van. De a Fidesz valamiért kétharmaddal nyert, tehát az önök 8 évig politikája lehetett a háttérben. Az MSZP neve nem jelent hátrányt? Mert ugye az embereknek rögtön a Gyurcsány és ezek jött a eszébe. Hát ugye Gyurcsány Ferenc már nem a mi pártunknak a tagja, egy másik pártot vezet. Ráadásul azt tudom mondani, hogy mi pont amikor engem megválasztottak újra pártelnöknek, akkor én úgy gondoltam, hogy az első újonnan megválasztott elnökként az első beszédemben számba veszem azokat a hibákat, tévedéseket, amit a Magyar Szocialista Párt a kormányzása idején elkövetett, és ezt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy mi magunknak is ismerni kell, és be kell ismerni azokat a hibákat, amik elvezettek a kétharmadhoz is. Tehát önnek ebben teljesen igaza van, és akkor lehet egy tiszta lappal, vagy egy új lappal indulni, hogyha ezeket számba vesszük, tanulunk belőle, meg a mostani Fidesz kormány hibáiból is, és ennek a bázisán hirdetünk egy új politikát, mi megújítottuk az MSZP-nek a szervezetét, új vezetősége van az MSZP-nek, lassan lesz egy új arculata is a pártnak, tehát ezért gondoltuk azt, hogy szervezeti, tartalmi, személyi megújulás után lehet odaállni a választópolgárok elé őszintén, és azt mondani, hogy kérem, amit elrontottunk, abból tanultunk, ezért most egy új politikát hirdetünk, új személyiségekkel, és akkor lehet őszintén számítani arra, hogy az embereknek a bizalmát vissza lehet nyerni. Most ugye itt is legtöbbségében idősebb emberekkel találkozhatunk. Hogyan próbálja megfogni az MSZP a fiatalokat, hiszen egyel kevés a szavazóbázis, és inkább a Jobbik, illetve Fidesz a szavazóbázis a fiatal generációnak. Inkább azt mondanám, hogy az LMP és a Jobbik, tehát a Fidesz sem áll annyira jól, de tény is, hogy a 18 és 24-5 év közöttiek körében a Szocialista Párt nagyon rossz támogatottsággal bír. És az, hogy egy rendezvényen miért inkább az idősebbek, vagy a régebb óta fiatalok vesznek részt, nagyon egyszerű oka van, hiszen ők már inaktívak, és talán olyan típusú félelmeik, mint az aktív koraknak, hogy elveszhetik az állásukat, vagy az egzisztenciájukat, csak azért, mert más a véleményük, vagy kiállnak egy politikai ellenzéki párt mellett, hiszen a Fidesz üldözi a másképpen gondolkodókat látható módon. Tehát ez egy nagyon egyszerű oka annak, hogy miért vannak inkább régebb óta fiatalok a mi rendezvényeinken. Amúgy pedig az magától értetődik, hogy a pártnak a közép és hosszú távú jövője az követeli meg, hogy a fiatalok irányába is a Szocialista Párt üzeneteket fogalmazom meg, izgalmasabb, érdekesebb legyen az ő számukra is. Ez egy nagyon lassú folyamat, hiszen nagyon rossz helyzetből indulunk, de teljesen egyértelmű, hogy ebbe az irányba is haladni kell. A jövőben az MSZP megkívánja újítani azt a megállapodást, amit a Bajnai Gordon az IMF-fel kötött? Nem, mi azt mondjuk, hogy nem IMF megállapodásokra van szükség, a mi gazdaságpolitikai programunk azt mondja, hogy nem újabb és újabb IMF megállapodások kellenek, és nem újabb és újabb megszorítások kellenek, hanem egy gazdasági növekedést szolgáló foglalkoztatást bővítő politika kell, és emellett pedig egy, mi azt javasoljuk, van egy úgynevezett ERM2 mechanizmus, ami az eurózónához való csatlakozásnak az előszobája. Mi azt mondjuk, hogy az ehhez való csatlakozás, az kell olyan stabilitást és fiskális fegyelmet kényszerít a kormányra, ami miatt nincs szükség újabb és újabb IMF megállapodásokra, és ez nem azt jelenti, hogy a végén, amikor ez a két év letelik, akkor rögtön az eurozónához is csatlakozni kell, de maga az, hogyha az ország teljesíti az ehhez szükséges feltételeket, az már a bizalmat növeli az ország gazdasága iránt, és az már egy nagy siker és eredmény. Köszönjük szépen akkor! Én köszönöm!